hősök vagytok, hogy ebben a hőségben a déli órákban leúsztatok 10 kilométert, és hát nekünk pedig most te vagy a hős a mai napon, mert bejöttél 5. helyen. Hogy élted meg ezt az egészet? Hát jó volt nagyon, tényleg, és jól éreztem magam a vízbe. Igaz, az elején inkább olyan volt, mint hogy elementünk volna hévízre egyet pancsikolni, mert tényleg nagyon meleg volt, az iram annyira nem volt nagy, de mégis az éreztem, hogy azért vesz ki belőlem, a frissítéseket nagyon meg kellett nyomni, nagyon sokat kellett innom, még ha utána az egyenesre azért jött is vissza bőven, de muszáj volt valamit után tölteni, mert nagyon meleg volt, már éreztük itt kint, mikor hívtak be minket, hogy mikor nem tudtam árnyékba állni, akkor az elég elviselhetetlen volt. Örülök az 5. helynek. Nagyon taktikailag szerintem egész jó volt. Tudtam az elején úszni a legjobbakat, tényleg a legelső sorban. Ott reméltem is, hogy ezt kibírom és jó lesz. Az utolsó körre volt, amikor picit így megszakadt a boly. Ott kisebb verekedésbe kerültem a túloldat, hogy nem tudtam lereagálni egy szökést. Azt sajnálom, mert úgy éreztem, hogy lett volna bennem a végén. Még a legjobb 4-be bent tudtam volna lenni, de nem búsnakodok, mert végül nem értek utol, akiket lehagytam ott, szóval ez egy jó versenyzés volt. Mennyire érzékelted, hogy amikor beértél a célba, akkor azért itt nagyon sokan tapsoltak neked a lelátón? Hát jó volt mindenképp, és amint beértem, számogattam az embereket, most 1-2-3-4, plusz egy búvár, a búvár nem számolom, oké, ez akkor 5. vagyok, mondom, az nem is olyan rossz. Féltem, hogy mennyien fognak elszökni ott, és mikor nem tudtam visszaúszni, akkor azért reméltem, hogy ott csak a legjobb 3-4 ember van ott tényleg, mert nagy volt az iram, és nem tudtam utolérni őket, szóval. Reménykedtem, hogy nem egy 7-8-an vannak ott előttem. Itt voltak kint a barátok, család? Igen, itt voltak nagyon sokan, és most is itt voltak papám, még rengeteget utaztak tényleg. Anyukám még együtt, szóval nagyon hálás vagyok nekik tényleg, és legalább annyi munka nekik is benne van, mint nekem, szóval tényleg minden elismerésem az övüké, hogy itt voltak, végülték kint a napon, és végszurkolták nekem. Mondtad, hogy örülsz ennek az 5. helynek, de most így a karrieredben ez hol helyezkedik-e, főleg annak tudod-e, vagy többen nem is tudták ezt a távot itt befejezni? Hát mindenképpen ez egy magas, kitűzött cél volt, hogy a top 5-ben legyek tényleg a világon, a király számban, az a 10 kilométeren. Ez most sikerült, ennek nagyon örülök, de úgy érzem, hogy van még, mint fejlődni tényleg ezen a rutintalanságon, hogy nem tudtam azt jól lereagálni, szóval edzeni kell tovább is versenyezni, és úgy érzem, hogy ez jövőre a válogató VB-n még jobb lehet. Mi hiányzott ott, hogy nem tudtad azt a szökést lereagálni? Nem voltál elég figyelmes, vagy rutinosabbnak kellett volna lenni, máshogy kellett volna helyezkedni? Hát szerintem figyelem hiány volt, főleg, mert mellettem volt a románcsuk, ugye az ukrán versenyző, aki harmadik volt 5 kilométeren, plusz egy német srác, és inkább próbáltak beszorítani és ott együtt menni, de amikor láttam, hogy kicsit megy ki a románcsuk szélre, akkor láttam, hogy mintha elengedett volna, hogyha ő nem tud, akkor megnézte, hogy én tudok-e menni. Ott egyből fordultam, mentem, mint az állat, belelábaztam, de fölnéztem, akkor már késő volt, és volt egy 3-4-5 méter hátrányom, ami a végén csak nőtt.